Az állami számvevőszék vizsgálatait a 2007 és 2010 közötti időszakra korlátozta a 2011-es esztendő első negyedévével együtt. A kutatási eredményekből kiderül, hogy Székesfehérvár a többi megyei jogú város között a 8. legnépesebb település 101 ezer lakosával. A helyi iparűzési adóból származó bevétele 2007-ben 10 milliárd forinttal városunknak volt a legnagyobb, megelőzve ezzel Győrt és Debrecent is. 2010-re ez az érték hasonlóan a többi nagyvároshoz enyhén csökkent. Ez alól Győr volt a kivétel, ahol 2010-re ugrásszerű növekedés volt tapasztalható, és a korábbi 8 milliárdos bevétel helyett 14 milliárd forintra nőtt. Ezzel városunk a második helyre került. Az egyfőre jutó iparűzési adóbevételünk 2010 végére is megőrizte második helyét, szorosan Győr után. Az egyadózóra jutó személyi jövedelemadó összegét a 2009-es évre számolták csak, ahol ez az érték városunkban 490 ezer forint környékén volt, és így Érd után a második helyen vagyunk. A megyei jogú városok összehasonlító elemzését figyelembe véve Székesfehérvár az egyik legvonzóbb befektetési zóna Magyarországon, terül ki az ÁSZ jelentésből. Az önkormányzat működési kiadásait is vizsgálta az ÁSZ, ennek összege 25,6 milliárd forint volt, aminek 65%-át tette ki az intézmények működése. Fehérvár pénzügyeinek alakulását alapos részletességgel és jó áttekinthetőséggel megtudhatja mindenki a www.asz.hu portálon.